Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Ez a videó a Fritzl eset második része, és mielőtt még belevágok, el szeretném mondani, hogy a videóvágás közben, előző videómban rájöttem, hogy végig ausztriait mondok oszták helyett. Tudom, hogy létezik az osztrák szó, csak szerintem elfelejtettem, nem tudom, mi történt, viszont előre érzem, amikor felteszem a videót, nagyon sokan meg fogják jegyezni, de az nem ausztriai, az osztrák. Szóval ebben a videóban mindenki osztráknak fogom nevezni, bocsánatot kérek, úgy gondolom el, azt hiszem, nem tudom. Ezért szerintem ennyi volt, amit el akartam mondani, vágjunk is bele a mai videóba. Ott tartottunk, hogy Joseph és Rosemary elmennek a rendőrség, és bejelentik a lány eltűnését, és hogy Joseph játssza a tökéletes apa szerepét. A következőkben elmondom nektek, hogy mi történt azok alatt az évek alatt, melyben Elizabeth a bunkerben volt. Az első néhány hétben apja többször is megerőszakolta olyan brutalitással, hogy gyakran elájult Elizabeth eközben. Próbált sikítani és kiáltani, hát ha valaki meghallja, viszont tudta ellenére egy olyan bunkerben volt, mely szinte teljesen hangszigetelt volt. Többször meg is próbálta támadni apját, azzal a reménnyel, hogy kiszabadulhat, viszont ekkor olyan büntetéseket, olyan veréseket kapott, hogy szinte napokig nem volt magánál. Az első pár hónapban a WC-hez láncolta, ez a zsinór annyira rövid volt, hogy sehova sem tudott menni, és térdelve aludt. 180 cm-es volt pontosan a zsinór, és csak WC-re tudott menni igazán ebben a pillanatban, viszont ez nem akadályozta meg apját, hogy továbbra is szexuálisan erőszakolja. Ha azt hiszitek, hogy a bunker rendesen volt megcsinálva, felépítve, nagyon tévedtek, a szellőztetés annyira rossz volt, hogy legtöbbször Elizabeth csak feküdni vagy ülni tudott, mivel az oxigén szint annyira alacsony volt, nem jutott elég oxigén az agyához, ezért nem is tudott tisztán gondolkodni, gyakran elhányta magát, és aludni sem tudott rendesen. Még az első pár hétre visszatérve, apja egy nap bement a bunkerbe, és rávette Elizabethet, hogy írjon egy levelet édesanyjának, és hát a világnak, hogy elszökött egy vallásos kultusszal, és hogy soha többé nem tér vissza, ne keressék. Ezt a levelet később Joseph elvezetett egy másik városba, vagy feltette a levelet, elkerült a levél Rosemaryhez, majd bevitték a rendőrségre is. Ez azért történt, hogy a rendőrség lássa, hogy Elizabeth nem szeretné, ha megtalálnák, és talán hamarabb lezárják az ügyet, ami sajnos meg is történt, ahogy már az előző videómban meséltem erről. Miután Elizabeth 19 éves lett, Joseph többé nem használt fogamzásgátlót, nagyon remélte, hogy lánya teherbe esik, egy családot szeretett volna vele alapítani. Ugyanebben az időszakban sokat éheztette Elizabethet, ez főleg igaz az első két évre. Nem adott neki enni, majd, miután brutálisan megerőszakolta, csak aztán adott neki ételt azért, hogy a lány hálásabb legyen neki, gusztustalan kimondani, de így volt. A házat, ami alatt ez a bunker volt, több száz embernek is kiadta ez alatt a 24 év alatt. Több száz ember vette vérbe ezeket a szobákat, nem sejtve semmit arról azokról a szörnyűségekről, ami a pincében történtek. 1986-ban, csupán két évvel bezárása után, Elizabeth teherbe esett. Ekkor egészségi állapota, úgy mentálisan, mint fizikailag, annyira rossz állapotban volt, hogy csupán 10 hétig élt a baba gyomrában, aztán sajnos elvetélt. Ekkor nagyon sok elmondás szerint Elizabeth többször megpróbálta ölni magát, viszont ez sajnos sikertelen volt. Még mindig nem volt elég oxigén ebben a bunkerben. Nagyon nedves volt a bunker, ami azt jelentette, hogy sok penész volt a falokon, és ez még betegebbé tette. Nem volt szinte ereje se. Ugyanebben az évben, 86-ban egy Martina Pos nevű lány eltűnik, majd holttestét kilométerekkel a házától találják meg. Több mint 22 évbe telik majd ezután, hogy Josephet első számú gyanúsítottnak tekintsék a lány halála a kapcsolatban. A lány szexuális bántalmazás áldozata lett. 1988-ban Elizabeth újra teherbe esik, ekkor apja mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyerek megszülessen, ami meg is történik. 9 hónappal később megszületik Christine. El kell mondjam, hogy ebben az időszakban még mindig brutálisan ütötte és brutálisan viselkedett Joseph lányával, viszont egy nagyon kicsit enyhített ezen, mivel szerette volna, hogy már mondtam, hogy a gyerek megszülessen, valamint a 9. hónapban nagyon közel Elizabeth születéséhez,
elvitte egy csomó ételt, bevitte egy csomó ételt ebbe a bunkerbe, majd ott hagyta Elizabeth-et, hogy saját magába szülje meg ezt a gyereket, ha jól tudom, csak egyetlen egy könyvet kapott szüléssel kapcsolatban, valamint törölközőket, pelenkákat és nagyon gyenge fertőtlenítőt dobott be a bunkerbe végül, és ott hagyta Elizabeth-et egyedül. Nem szerette volna látni sem a szülést, Joseph, sem pedig azt, hogyha véletlenül meghal a gyerek, nem akarta az egészet látni, ezért úgy gondolta, ha az anya és a gyermeke meghal, az nem az ő problémája, 10 nap után visszament, és örömére látta, hogy megszületett Christine, és egészséges volt már, amennyire lehetett. Csupán pár hónappal később Elizabeth újra teherbe esett, majd 89-ben megszületett a harmadik gyermek Stefan is. Harmadik gyermeknek nevezem, mivel beleszámítom az első terhességet is, csupán tiszteletből, és végig ez így marad majd. 1991-ben egészségesen megszületik a negyedik gyermek, Lisának nevezik el a bobát. Lisa születésekor Elizabeth könyörgött Josephnek, hogy építsen egy másik szobát, mivel nem szeretné, hogyha gyerekei látnák a szexuális bántalmazást. Joseph végül beleegyezett, viszont nem volt hajlandó dolgozni, túl lusta volt ehhez, ezért megkérte Elizabeth-et és gyermekeit később, ahogy felnőttek, hogy saját maguk kezükkel kaparják ki a falakat. Néhány naponta bement a bunkerbe és kivitte a földet, de végig Elizabeth és a gyermekek ugye hozták létre ezt a szobát. Több mint 10 évbe fog telni, hogy teljesen kikaparják ezt a földes részt. Pár hónap a Lisa születése után Joseph eldöntötte, hogy felviszi a gyereket, mikor arról beszélek majd, hogy felviszi, vagy a fenti család, a fenti élet, persze a bunker fölötti életről beszélek, eldöntötte, hogy felviszi Lisát, hogy együtt neveljék Rosemary-vel. Ez nem azért volt, mivel jobb életet akart volna Lisának, hanem azért, mivel rájött, ha örökbe fogadja Lisát, egy csomó pénzt fog kapni az államtól hónaponta. Miután örökbe fogadta Lisát, rájött viszont, hogy sokkal több pénzt kap az államtól, ha nem fogadja hivatalosan örökbe, hanem csak mint ugye gyermekének lányát tartja a házukba. Meg kell említsem, hogy ebben az időszakban a rendőrség nagyon gyanús volt Joseph-el kapcsolatban, mivel sokan gyújtogatás volt a környéken, ami közvetett módon hozzá lehetett kapcsolni Fritzelhez, Josephhez, és nem tudták, mit kezdjenek ezzel az információval. Sajnos nem volt elég információ. El kell mondjam, hogy igaz volt, hogy ő gyújtotta fel a házakat a környéken. Ezt mindenfajta biztosítási, csalási okokból tette. És megjegyzem itt, hogy már észrevehettétek, akármilyen rossz dologról van szó, Joseph elkövetett mindent. Rablástól, mutogatásig, nemi erőszak, erőszak, verekedés, gyújtogatás, saját lányát elraboltam, minden, ami rossz dologra tudtok gondolni, és azért nevetek annyira abszurd, mindent elkövetett ez a férfi. Elizabeth persze nagyon szomorú volt, mikor Joseph elvette tőle Elizát, nagyon megszerette a lányt, ugye saját gyermeke volt, akármilyen körülmények között éltek, mindenképp azt szerette volna, ha ugye lánya valamilyen szinten mellette van. Az előző epizódban is beszéltem erről, Joseph rávette Elizabeth-et, hogy írjon egy levelet, majd egy kosárba tette a gyermeket, és saját ajtajuk elé helyezte. Itt majd Rosemary megtalálta, mindig Rosalindnek akarom nevezni, de Rosemary volt a neve. Szerintem mindegy, nem is érdekel igazán, hogy milyennek a nőnek a neve. Szóval Rosemary megtalálta a gyereket, és azt hitte ugye, hogy Elizabeth ne eldobta a kisbabát, mivel a kultusz, a vallási kultusz nem engedte ezt meg, és aztán felnevelte, mint sajátja. 10 év után Elizabeth végre úgy érezte, hogy talán sikeresen kérhet apjától különböző dolgokat, nagyon aggódott a gyermekei miatt, és könyörgött, hogy D-vitamint hozzon le az apja a bunkerbe, valamint egy UV-lámpát, hogy valamilyen módon szinten megszokják a gyerekek a napfényt, hisz soha életükben nem látták. Ugyanebben az időszakban könyörgött, hogy különböző tankönyveket is hozzon le. 10 év alatt mindenképp meg kell jegyezni a szeretetét és az erejét ennek az anyának, Elizabethnek. 10 év alatt elkezdett egy olyan mindennapi rutint, mely által nagyon sokat segített gyerekein. Minden egyes reggel felkeltek, majd sportoltak, amennyire tudtak, amennyi levegő volt épp a bunkerben. Aztán minden egyes nap 3 órán keresztül tanultak. Ez azért volt, mivel nem szerette volna Elizabeth, ha bármiből is lemaradnak. Azok tankönyvek segítségével tanította a gyerekeit, melyeket Joseph hozott le. Bár Elizabeth ő maga iskolában nem volt a legjobb tanuló,
mindent elkövetett az égvilágon, hogy a legtöbb dolgot taníthassa meg gyermekeinek, mindegyikük tudott írni, olvasni, matematikát tudott, a legalapszintű matematikát tudtak a történelemről, viszont mindvégig vigyázott Elizabeth, hogy ne jöjjenek rá, hogy ők rabok ezen a helyen. Tudtak a gyermekek a fenti világról, tudták, hogy léteznek emberek, országok, tudtak ezekről. Nem érezték legalábbis az elején raboknak magukat. Ezt azért tette, mivel nem számított arra, hogy valaha is szabadok lesznek. És még mindig próbált valamilyen fajta normalitást bevezetni a gyermekek életébe. Egy adott pillanatban Joseph lehozott egy tévét is, ez nem gyakran működött ebben az időszakban, csak azért hozta le, hogy néha focit tudjon nézni a gyerekeivel. Meg kell egyezzem, hogy tudjátok, miért hozta le ezt a tévét, gyakran ebédeltek együtt, születésnapokat ünnepeltek a bunkerben, mintha ez normális lenne. Remélem értitek, hogy mit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, szinte hit saját illúziójának. Ezután megszületett az 5. gyermek, Mónika is, akit nem sokkal születés után majd felvisz a felszínre, és Rosemaryvel együtt nevelik. Ahogy már mondtam, ez idő alatt Joseph többször is kiadta a fenti szobákat bérbe, és nagyon sok ember fordult meg ez alatt a 24 év alatt. Két nagyon fontos szabály az volt, hogy soha nem mehettek le az itt élők a pincébe, és hogy egyiknek sem lehetett házi állata. Egyszer volt egy kivétel, mikor Joseph valamiért megengedte egy férfinek, hogy a kutyájával éljen a szobába, és miután 2008-ban az egész kiderült, a férfi előjött és mesélt történeteket arról az időszakról, mikor itt élt ebben a házban. Azt mesélte el, hogy kutyája akárhányszor a pince közelében volt, nagyon erősen ugatott és nyűszített, valamint folyamatosan kaparta a férfi szobájába a padlót. A férfi szobája pontosan a bunker fölött volt, szóval a család volt ugye a férfi szobája alatt. A kutya ezt megérezte. Azt is megemlítette a férfi, hogy a kutyája nagyon szelíd és barátságos, soha senkire nem ugatott, viszont mikor Joseph-el találkozott, folyamatosan megpróbálta harapni a férfit, ugatott és nyűszített rá. Ez csak egy érdekességként mesélem el nektek. 1996-ban Elizabeth újból teherbe esett, immár ikrekkel. 9 hónappal később meg is született a két fiú, Alex és Michael. Michael nagyon komoly légzési problémákkal született, és anyja könyörgött Josephnek, hogy vigye fel a felszínre, vigye el a kórházba, viszont a férfi ránézett Elizabethre, és azt mondta, hogy lesz, ami lesz. Aztán ott hagyta jó néhány napig Elizabethet egyedül a bunkerbe, 3 nappal később sajnos Michael meghalt. Alex szerencsére túlélte, és néhány hónappal születése után Joseph felvitte Alexet a felszínre, és Rosemaryvel együtt nevelték. Ez idő körül volt az, hogy a többi szobát is befejezték, immár volt egy külön szoba a gyerekeknek, volt egy külön szoba is, ami teljesen hangszigetelt volt a bunker többi részétől, és ez azért volt, hogy itt nyugodtan erőszakolhassa Elizabethet, anélkül, hogy a gyerekek meghalnák az egészet. Néhány dolgot még megemlítek az életükről a bunkerben. Nagyon ritkán ettek zöldségeket és gyümölcsöket, nagyon ritkán, évente egyszer. Minden más, amit ettek, az konzerves étel volt, és ez nagyon rossz hatással volt a gyermekek egészségére. A legtöbbüknek elkezdett kiesni a fogaik, és nagyon rossz állapotban volt bőrük, és nagyon komoly vitaminhiányban szenvedtek, vérszegények is voltak. Joseph gyakran mesélt a bunkerben lévő gyerekeknek azokról a testvéreikről, akik fent voltak, és hogy milyen jól szórakoznak, és hogy járnak iskolába. Joseph nagyon ritkán, de lehozott havat, virágokat, homokot, hogy mégis a gyerekek érezzék, hogy milyen. Nagyon szörnyű az egész történet, ahogy láthatjátok. Hogy mi történt a gyermekekkel, akiket Joseph Rosemaryvel nevelt a felszínen? Teljesen átlagos gyermekkoruk volt, jártak iskolába, jó tanulók voltak, csomó barátaik voltak, jártak külön órákra, hoki edzésre, zeneórákra,
volt egy, Joseph építette medencét az udvaron, hogy a gyermekek játszhassanak. Édes, keserű érzés szerintem annak, aki hallgatja a történetet. Biztos vagyok benne, hogy miután Elizabeth megtudta, hogy ezeknek a gyerekeknek normális életkoruk volt, örült neki. 1997 és 2000 között Joseph sokkal magabiztosabb lett, és boldogan ment hónapos kirándulásokra, és barátaival össze-vissza nagyon sok embert hívott meg a házukhoz, az udvarukba, tudva ugye, hogy a bunkerben egy második családja is van. Ugyanebben az időszakban szinte hetente járt hatalmas bevásárló központokba, és elképesztő mennyiségű ételt vett. Mindenkinek nyilvánvaló volt, hogy ezt nem csak saját családjának veszi, viszont ugye senki nem gyanakodott semmire. Állítások szerint Rosemary néhány alkalommal vele volt, mikor ezeket az élelmiszereket vásárolta, és újból megkérdem saját magamtól, hogy tudta-e Rosemary, mi történik, vagy sem. Nem látom lehetségesnek, hogy megvették ezt a hatalmas mennyiségű élelmiszert, és Rosaline nem is gondolkodott el azon, hogy ez miért történhetett. Szerintem Rosaline nevét össze-vissza mondtam ebben a videóban. Érdekel igazán? Nem. Szerintem ez a nő is ugyanolyan nyámnila, nyápic, szörnyű ember. Nem pont ugyanannyira, de közel van Josephhez, szóval nem igazán érdekel, de ha végig rosszul ejtettem, tudjátok, hogy bármi, ami Rosemary Rosalinnal kezdődik, nőről van szó. 2002-ben Elizabeth életet adott utolsó gyermekének, Felixnek. És ezután Joseph nem igazán zaklatta szexuálisan többet Elizabethet, hanem figyelmét 13 éves Christine-re vonta. Ekkor sok ember gondolja úgy, hogy ő lett volna a következő áldozat. 2003-ban Joseph hazugságokkal teli élete szinte teljesen kezdett összeomlani. A rendőrség folyamatosan nyomozott utána a különböző gyújtogatások miatt, valamint 1 millió dollárnak megfelelő pénzösszeget vagy adóssága volt, úgy az államnak adócsalások miatt, mint különböző biztosítási csalások miatt. Paranoiás lett, folyamatosan ordibált az emberekkel, akik a pince 100 méteres környékébe is mentek, folyamatosan félt minden egyes rendőrautótól, igen, teljesen paranoiás állapotba került. 2008-ban rájött, hogy nem sokáig lesz még képes a lenti családjára vigyázni, ezért eldöntötte, hogy még abban az évben valahogy kiszabadítja őket. Az volt az ötlete, hogy ráveszi Elizabethet, hogy mondja azt mindenkinek, hogy megszabadult a vallásos kultusztól, és hazajött végre. Ebben az időben viszont az történt, hogy a lent lévő gyermekek és Elizabeth elme állapota olyan szinten rossz volt, hogy nem lehetett velük igazán, nem lehetett őket kezelni. Christine-nek folyamatosan rohamai voltak, a saját nyelvét harapta, összetépte ruháit, bepróbálta a WC-be nyomni a ruhákat, hogy ezt eldugaszolja, hogy valahogy mégis kimentsék saját magukat. Nagyon rossz állapotban volt Felix, a kisfiú és a másik kislánya, aki lent volt a pincében, szinte naponta kapott idegrohamokat. Nem bírtak az egésszel, nem voltak, ahogy már mondtam, jó lelki állapotban, ezért Joseph érezte, hogy nagyon hamar ki kell őket engedje, viszont nem számított arra, hogy Christine ennyire beteg lesz. Elizabeth napokig könyörgött, hogy vigyál orvoshoz. Végül Joseph nagy nehezen beleegyezett, aztán, mikor ugye Elizabeth is felszínre jön, hogy segítsen lányának, Joseph azt mondja neki, hogy ha bármit is mond a rendőröknek vagy a kórháznak, akkor minden egyes gyermekét, még a fent lévőket is megöli. Ez 2008. április 19-én történt, hogy Christine bekerült a kórházba, és minden más, amiről az első videóban beszéltem. Ez volt a második rész, a következőben elmondom nektek, hogy mi történik akkor, mikor minden a felszínre kerül, mikor mindenki megtud az esetről, beszélek nektek majd a bírósági eljárásról, milyen büntetés kapott, és hogy mit tudunk ma Elizabethről és gyermekeiről. Remélem tetszett ez a videó, és visszajöztök a következőre is. Sziasztok!